Figyelj, ez a Mr. Beast-es dolog így ment a Kids Choice Award-ra. Így nézett ki. Szedi a hormonokat, HRT-t, elhagyta a gyerekét és a nejét. Ezért, nyilván, ami szerintem nem király dolog, de a, ettől függetlenül a gyerekét ugyanúgy nevelni fogja, tök okés, hogyha ő úgy akar élni, ahogy akar, vagy így akar élni, akar élni így. Engem nem érdekel. Mr. Beast-et sajnálom ebben a szituációban, mert nem tudom, hogy Chrisnek a személyisége mennyire fog változni mondjuk. Valószínűleg fog, már most változott. Mr. Beast meg egy olyan pozícióban van, hogy ha most ezután kirúgja, akkor őt cancelelni fogja az internet. Mert akkor azt fogják mondani, hogy transzfób. De miért akarnánk, hogy elmenjen? Lehet, hogy tök jó lesz. Nem azt mondom, hogy el kéne mennie. Én csak azt mondom, hogy ha el akarná küldeni bármi más miatt, akkor nem tehetné meg. Mert cancelelni az internet. Ja, annyi a tékem rajta igazából. Nem kell szerintem ilyen egetrengető nagy dologba kezdeni. Ez nem kell az eleje szerintem. Mert ez még nem az. Oh, na várj, várj. Hát jó, akkor ez majd a klipekben megmarad, srácok. Klipekben ott lesz. Nem mentettem. GVM Music Production. A GVM tag a legfontosabb. Anélkül nem ér semmit amúgy. Lényeg, hogy biztos tudjátok, hogy a YouTube letiltotta a PSTV-t. Mindenféle mondva no csináltam way. Akkor. Azóta kapcsolatba léptem a YouTube-bal. És személyesen elment a YouTube-hoz és bekopogott. A YouTube lakásán. Háromféle különböző indokot kaptunk. Három különböző indokot. És mind a három ellent mond magának. A lényeg az, hogy mi ezt nem fogjuk annyiban hagyni, semmilyen körülmények között. Mert egyszerűen nem normális az, hogy techóriások írják felül a magyar szólás és sajtószabadságot. Ilyen a világon nincs. De van. Esetben van. Amerikában is eléggé keményen megy a cenzúra azért szerintem. Csak ott a Fidesz nem akar cenzúrázni semmit, mert ott nincs Fidesz. Ott igazából más dolgokat cenzúráznak. Annyian szar van az interneten, amit el lehet hinni, bazdmeg, hogy hihetetlen. Na most a lényeg az, hogy péntekem, március 31-én, 17 óra, tehát délután 5-től, vagy este 5-től, tüntetést szervezünk itt Óbudán a Google... A YouTube ellen! A székház előtt. A Google székház, az Óbudán van a Google székház előtt. Tüntetést szerveznek a Google székház előtt. Mit gondol? Tényleg? Mutassuk meg azt, hogy ez így nem működik. Tehát, hogy nem fogja a YouTube, a Google, meg a techóriások felülírni a Magyarország, tehát a hazánk törvényeit, mert ilyen a világon nincs. Tehát nem hagyjuk ezt. És én biztosan ott leszek. Az a baj, hogy beregisztráltál és elfogadtál egy szabályzatot, miszerint neked követned kell azokat a szabályokat, amiket ők szabnak. Ha ezeket a szabályokat nem követed, akkor ők letilthatnak, és igen, az a baj, mondva csinált indokokkal is letilthatnak. Nekem is tiltották már le sok videómat, nem tudok valamit csinálni, ez sajnos ilyen. Le kell nyelni, nem szabad politizálni, de amúgy a politizálással nincsen semmi baj, hogyha érveket tudsz sorakoztatni egymás mellé. Csak az a baj, hogy én nem vagyok annyira benne politikában, ezért is nem szoktam ilyen témákban foglalkozni ezekkel a dolgokkal, mert követem ezeket a témákat, de nem vagyok annyira benne, hogy én olyan véleményt formáljak, ami mondjuk megállna a helyét. Mi vérprofi televíziósok vagyunk. Plot twist, ja. Marics Peti összejön a trapkapit. Vérprofin dugják bele a nyelvüket a kormány seggébe. Ez bárki meg tudja csinálni amúgy, csak van ember, akinek van gerince. Sok ilyen van. Akad azért egy pár. Megélnek belőle, hát jó, de most, hogy életed végig abban akarsz megélni és segget nyalsz, az nem olyan jó ám. Nézd meg a nagy Ferót. Itt van-e? Rendszer záró házi buli. Fidesz zene. Hölgyeim és uraim, következik a Fidesz. És minden Fideszen kívülének, sziasztok! A színpadon a következő segítségek lesznek. Itt még azért menő volt a Fidesz logója.
Pataki Attila az Eddából. Pataki Attila fog. Egy viccel Lilla. Egyszer mindenki jön. Gyurcsány fe... Ne, várj, nem. Nem. És Orbán Viktor. Tesó, hogyha az Ambo Jimmy ott lenne, akkor a Ferro ez nem ott lenne, ahol most. Ferro már akkor is tudta hova kell nyalni. Igen, mert akkor itt a Fidesz volt a legjobb lehetőség. Tehát, hogyha te akkor éltél volna, több mint valószínű, hogy a Fideszre szavaztál volna, mert a Gyurcsány az szétlopta az országot, és kellett egy másik választás. De azt akkor még nem tudta senki, hogy az Orbán ugyanaz lesz. Ezt nem tudtuk, hogy örökre szavaztuk meg őket, vágod. De még akkor is egyszer lett váltva amúgy, és megint elbaszta a Gyurcsány, szóval. It do be like that, érészbari részka. Orbán Viktor! És ott van! Személyesen, geci, mi a fasz? Itt még csak fele akkora volt. Az Ákos! Az Ákos is azóta nyal nekik. Én is így örülnék, hogyha leváltanák a Fideszt most. Ti rosszul viselkedtetek, és most becsapdázták őket oda. Ráadásul, még az ablakokat is. Hell nah, bro. Hol tart az életem, bazzeg? Elektrobó videó nézek egy perce, amiben ő reagál csak egy teljesen másik random fasságra, és meg sincs vágva, szerintem csak végignéz és pofázik, úgyhogy meg sem állítja meg semmi. De néha megállítja és mond valami nagyon jó konklúziót. Nézzük, mi a konklúzió, figyelj. Azért üti az éjjeli szekrényt, hogy ne aludjon el. Wow, ez volt a konklúzió, srácok. Ezt nézd, itt kaptam egy ilyen hosszú kommentet. Ide se tévedtem volna, hogyha nem látom Hidan válasz videóját, és ez a videó kártékony. Nem olvastam el, vágod, értem, hogy én rédi naladát. Magyarul nem megy, nem bírod a kritikát. A baj az, hogy reklámozod a férfiatlanságot. Az ilyen alakok miatt, mint te, fog kifordulni a világ a sarkaiból. Te csak egy vagy a millió közül, de hatalmas károkat tudsz okozni az e-fajta videókkal. Sok pici szorgalmas hangya el fogja érni, hogy a férfiasság szégyen legyen, és kihaljanak, elmúljanak a férfias férfik. Nekem az jön le, hogy az egész csatornádat csak a pénzért üzemelteted, és telibe szarod, hogy mit osztasz meg, csak menjen ki valami. Nagyon sajnálom a mai fiatalokat, hogy összezavarják az agyukat az olyan youtuberek, mint te. Ez az egész engem már nem érint, mert a fiam már felnőtt, hál' Istennek. És nem hatnak rá az érzékenyítő szavai. De a mai fiatal gyerekek nagy veszélyben vannak a magadfajta megosztók miatt. Bevándorlás részről szóló válaszát is figyelmesen hallgass meg, talán sikerül megértened, hogy mi a baj azzal is. Igen, a bevándorlással az volt a problémája, hogy majd itt ide fognak jönni a muszlimok, és hogyha hagyjuk nekik, akkor az összes ide fog jönni, és több muszlim lesz, mint magyar, és meg fognak minket verni az utcán. Ezt mondta. Az, hogy ezt mondjuk 20 percig húzta, azt leszarom, ez jött le abból, amit mondott. Azok nem véletlenül menekülnek el azok az emberek azokból az országokból. Kiforgatom a szavait, de hát ezt mondta, geci! Az érzékenyítéstől lesznek kevésbé férfiasak a férfiak. Igen. Nyilván. Azt hiszik, bazd meg, hogyha egy férfinak érzelmei vannak, vagy esetleg egyetlen feminim vonást mondjuk kifesti a körmét, úristen, az már nem férfi. Így állnak hozzám. És ebben lesznek azok a férfiak, akik öngyilkosok lesznek, mert soha nem mondhatják el az érzéseiket senkinek, mert az katona dolog. Mondom ezt úgy, hogy egy egyiptomi fiúba voltam szerelmes, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot Messengeren. Oké, akkor megmondom neked, hogyha az egyiptomi fiúval te elkezdesz bármit csinálni, akkor az ilyen hitféle emberek azt fogják mondani, hogy te kevered a magyar fajt egy másik fajjal lényegében. Jön az a fajelmélet, amit... egy H-betűs ember már kitalált, és Orbán Viktor nagyon szívesen viszi ezt továbbra is. Igen, ez itt képbe jön, és akkor már lehet, hogy mikor rólad mondja a véleményét, akkor nem mellé fogsz állni, hanem mellém. És az a baj, erre nem tudok érdemben válaszolni egy kommentben, mert annyira felesleges ezeket az embereket, nem lehet meggyőzni, azért írtam csak ezt. Kajak nem olvastam el, mert láttam a kommentjében, hogy nem lehet meggyőzni. Ezt a részt nem fejtem ki bővebben, szerintem Hidan megtette. Neked csak fel kéne fogni, hogy mit mond, örülök, hogy megismertelek Hidannak köszönheten a soha viszont nem látásra. Hú, de jól megmondtad. Most elolvasom az elejét is. Igen, erre a szarra, amit itt összeartál, nem iratkozom fel, kösz, nem kértem. Számomra értéktelenek a megosztásaid, csak közölni szerettem volna, hogy azzal nincs semmi baj, hogy unalmas, nullával egyenértékű videókat gyártasz, de azzal van, hogy például ez a videó kártékony. Promótálod, hogy a fiúk viselkedjenek melegként. Az a normális, amit
Viszperton képvisel. Mikor mondtam én azt, hogy ez normális? Én azt mondtam, hogy nekem teljesen oké az, hogyha ő ezt csinálja. Ki a faszt érdekel azt, hogy hogy néz ki, meg hogy viselkedik? Tiltsed le! Tiltsed le, és kész! Miért hiszik azt az emberek, hogy a kisgyerekek annyira befolyásolhatóak, hogy meglátnak valamit, és azonnal azt akarják, az lesz a személyiségük. Tehát a gyerekeknek is vannak ilyen időszakaik, vágod, hogy te most a bent 10-t akarod nagyon, és akkor te a bent 10 órát megveszed minden, de nem az lesz a személyiséged életed végéig. Tehát még hogyha el is kezdi valamelyik kisfiú utánozni a Whisperton, ne adj Isten, aki mondjuk alapból heteró lenne, nem hiszem, hogy történhet ilyen alapvetően, de hogyha történik is, elmúlik. Nem hiszem, hogy amúgy meg azokat a jegyeket tanulnál a Whispertontól, hogy lányos, inkább a beszéd stílusát tanulnál, meg azt, hogy mindent ilyen nagyon pörgősen csinál, az meg szerintem kevésbé káros, mint az, hogy mondjuk meleg, de azzal sincsen semmi baj, hogy meleg. Ezeket az embereket zavarja, hogy nincs uralmuk valami felett, és egyből kicsinek érzik a farkukat. Hát igen, mert nagyon sok dologban egyet tudok érteni még ezekkel az emberekkel is, mert tényleg amúgy a túlzott liberalizmus, látjuk, hogy mit művel Amerikában. Lehet, hogy ez nem egy jó irány, amit kéne vinni, de teszem fel a kérdést, akkor az egy jó irány, hogy maradjunk olyanok, mint 1000 éve, legyen konzervatív mindenki, és éljünk egy olyan országban, ahol konkrétan semmit nem lehet megcsinálni. Mert e felé haladunk. És elég gyorsan amúgy. Most a tanárok is. A tanároknak, ha ezt a törvényt megszavazzák, a tanárok nem mondhatnak többé negatív véleményt az iskoláról. Soha. Publikusan, sehol. És a tanároknak nem csak a munkagépébe, de a saját laptopjaikba is bele lehet majd nézni. Tehát, hogyha van egy ellenőrzés, simán belenézhetnek a laptopodba, hogyha te tanár vagy. Csak úgy. Mert jött egy felsőbb utasítás. Ilyen törvények jönnek be Magyarországra, szerintem inkább ezekkel kéne foglalkozni, nem pedig azzal, hogy valaki most éppen meleg, vagy hogyan öltözködik. Kiforgatom hidan szavait, mindezt azért, hogy egy kis figyelmet szerezhess magam, haver. Mi hazánkos Hörbinek a szavaira van szükségem ahhoz, hogy figyelmet szerezzek? Mindegy, ezt hanyagoljuk. Sikerüljön kierőltetni egy újabb semmitmondó videót magadból. Gondoltad, hogy hiden követőim majd jönnek, megnézik, kommentelnek, és ez neked jó? Nem. Ezt te gondolod először. Ez a gondolat egyáltalán nem jutott eszembe. Növeli a nézettséget, pörög a komment szekció. Igen, és hozzájárultál amúgy, hogyha ezt nézzük. Nem vagyok homofób, sem rasszista. Van meleg és transz barátom is, és még én nyugtatom őket, hogy semmi baj nincs azzal, hogy így éreznek. Miért ők egész nap nyugtalankodnak? Basszus, te olyan jó ember vagy, hogy meg tud őket nyugtatni. Nekik ez a jó, akkor így kell élniük, és boldognak kell lenniük. Igen, egy olyan országban, ahol nem nyomják el őket. Tehát nem itthon. Saját magának válaszolom úgy ezekkel. Ezt észreveszitek? Ezeknek mindig van meleg cigány transz barátja. Hát persze, mindig van. És ők mindig nagyon normálisak, de... És utána jön az a rész, ami... Hát igen, a H-betűs ember. Azt nem veszi figyelembe, hogy miért kell nyugtatni őket. Nem, de ő attól jó ember, hogy ő nyugtatja őket. Tehát ő nem olyan, mint a többi barátja. Nem vagyok osztrák festő fan, de nézzük, milyen sok dislike van ezen a videón. Itt azért megkaptam a magamét. Itt elgondolkodtam, hogy lehet, hogy abba kéne hagynom. Ez a zene volt, jó volt a transition, srácok. Mennyire értékelik a keverést? Hallgatom. Megmasszírozom a hátatokat, srácok. Ez nekik milyen érzés? Nem tudom, gondolom olyan, mint amikor én masszírozom a te hátad. Jó, ezt meg begyűjtöm innét. Kösz. Azért, hogy itt át lehet ugrálni. Terv szerint halad. Terv szerint halad minden. Úristen, Isten vagyok, sorry. Na látod, ezt csinálja profi. Csak mondom. Sos jön utána, megfordulok. Mit eszek?
Ezt ne kérdezz meg senkit az interneten, haver. Nem akarod tudni, mit fog válaszolni rá. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál. Donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál. De ami, a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.